Zilahi Lajos, Halálos tavasz című regénye 1922-ben jelent meg. A belőle készült filmadaptáció bemutatója 1939. december 21-én este 10 órakor volt a Kossuth Lajos utcai fórum moziban. Teltház, hatalmas érdeklődés várta a premiért, s másnap mindenki erről beszélt. Különösen az erotikus jelenetről, amelyben az első filmes Karádi Katalin vetközve táncol a neki háttal zongorázó jávorpálnak. Szerelmi háromszög, öngyilkosság, házasságon kívüli nemi élet korábban így nem jelenhetett meg a vásznon. Az akció katolika mozgalom egyenesen tömegeket mozgató, de lelkeket pusztító alkotásnak titulálta a művet. A filmet külföldön is forgalmazták, Európában és Amerikában is sikert aratott. A franciáknak annyira megtetszett a történet, hogy ők is tervbe vették, leforgatják a maguk változatát, erre azonban nem került sor. A háború közbeszólt.